Sziasztok! Üdvözöllek Kórál csatornámon, Sunshine State vagyok. És a mostani adásban arról szeretnék beszélni, hogy lehetséges-e lezárni a narcisztikussal a kapcsolatot. Nem. Ennyi. Nem. Sose tudod. Te esetleg miután kiismerted, megismerted a narcisztikus exedet, akkor te magadban le tudod zárni a kapcsolatot, de egy narcisztikus erre soha nem képes. Ugye miért? Narcisztikusok rettentő bosszúállóak például. Nem bírják elviselni azt például, hogyha te túlléptél rajtuk, hogyha sikerült felgyógyulj ebből a kapcsolatból, hogyha esetleg megváltozik az életed pozitív értelemben, rettentően irigyek, és főleg, hogyha gyermek is van, tehát semmi esélyed arra, hogy lezáruljon ez a kapcsolat. Nincs velük az, hogy megbeszélitek a dolgot, hogy nézd, ez így nem működik már tovább, jobb lenne talán, hogyha külön utakon járnánk. Ilyen nincs. Nincs a narcisztikussal. Tehát, mivel ugye ő rettentő irigyek és bosszúállóak, minden lehető esélyt, minden esélyt megragadnak arra, hogy bántsanak téged. Minden lehetőséget megragadnak arra, hogy tehát mondjuk, hogyha te egy no kontaktus tartasz a narcisztikussal, ugye akár 5 év múlva, akár 10 év múlva, de mindenképp megpróbálnak visszatérni az életedbe. Egy narcisztikussal lehetetlenség egy kapcsolatot lezárni. Tehát, hogyha esetleg nincs gyerek, és ugye no kontaktus szigorúan tartod, e-mail címet változtattál, új telefonszámot, elköltöztél mondjuk a világnak a másik végére, tegyük hozzá, akkor jó eséllyel ugye azért csak nem fog rád találni. De egyébként nem. Nem, abszolút nem. E,
te is, mint ahogy mondtam, úgy tudod elérni azt, hogy lezárd magadban az egészet, hogy miután megismerted, hogy milyen ember ő, megismerted, hogy milyen a lelke, kiismerted, hogy mire képes, és ugye rájössz arra, hogy nem te vagy a hibás, hogy elromlott a kapcsolat. Nagyjából erről szerettem volna beszélni. Ha úgy gondoljátok, hogy esetleg még tudnátok hozzáfűzni valamit, nyugodtan kommentbe írhattok. Én is mondjuk hadd ismerjelek meg benneteket egy kicsit jobban. Már akik ugye nézitek a műsoraimat, ugye, akik feliratkoztak. Nagyon szépen köszönöm nektek, és osszátok, kérlek szépen, és lájkot, ha kérhetnék, mert lassan a YouTube már a fenekembe lesz, hogy kevés lesz a like. Sajnos megvan a hátsó ütése is ennek. Mindegy. Ennyi van, ennyi van. Egyelőre lesz ez még így se. Nagyon szépen köszönöm, meghallgattatok, és további szép napot. Sziasztok!